A szolidaritás mozgalom azt kéri a főpolgármestertől, hogy legalább addig adják vissza a láncidat a budapesti polgároknak, amíg az árpát hidat felújítják. A párt elképesztőnek tartja, hogy Budapesten az év felében nem, vagy alig használt bicikli miatti szűkítik, a legforgalmasabb sugárútakat, miközben egyre drágább a parkolás, úgyhogy nincsenek is parkolóhelyek már a külvárosokban sem. Ezekről kérdezi vendégünket Barna. Köszönöm szépen Székely Sándor, a vendégem, a Szolidaritás Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Melyik témával indítsuk? Mindegyik nagyon érdekes, nem akarok fontossági sorrendet felállítani. Kezdjünk talán a hidakkal? Hát kezdjünk talán a hidakkal. Jó. Ugye ez, én azt gondolom, hogy ugye mi azt írtuk, hogy legalább a felújítás idejére, ugye most az Árpád felújítják, és hogy legalább a felújítás idejére... A Az egyik, az egyik részét, és hogy hát legalább a felújítás ideje alatt adjuk vissza a láncidat a dolgozó embereknek, hogy legalább... Tehát szerintünk az is hiba volt, hogy 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 ugye a felújítás után ez nem került vissza a forgalomba. De én azt bizonyos mondom, járművek esetében. Bizonyos járművek. Hát a hát a a tehát Semmi jót Elég leg, nagy számú bizonyos járművek. Igen. És Szóval hát ugye, mi már ezt eleve hibás döntésnek gondoltuk, de az, hogy most egy, egy, egy másik hídon is munkátokat végeznek, amiket egyébként az ilyen munkátokat általában nyáron szokták elvégezni, amikor amúgy kisebb a forgalom, tehát nem zavarja annyira a város közlekedését, de ha már most kell ezt csinálni, valamilyen oknál fog, amit nem tudunk, akkor, akkor én azt gondolom, hogy egy felelős polgármesternek, aki, az, aki azért van, hogy a polgároknak itt az élete könnyebb legyen, annak, annak legalább erre a 40 napra vissza kellene adni a láncidat. Ameddig az árpát, is ameddig is az árpát hídat fél. felújítják, hiszen ez a város amúgy is tényleg terhelt a, a közlekedéssel, és hát én azt gondolom, mi azt gondoljuk, hogy ez egy, egy jó gesztus lenne. De hát nem tűnik úgy, hogy a főpolgármester úr erre felé Önök szerint a főprogramester hivatalom, ezt meghallják a amit amit most épp beszélgetünk, hát meghallani, valószínűleg meghallják, és aztán... mi nagyon szeretnénk, hogy meghallják, de nem gondoljuk, hogy ez a városvezetés foglalkozna ezzel. Tehát az egész hozzáállásuk, nem azt tükrözi, hogy az emberek érdekében politizálnak. Hát el is hangzott, hogy mit gondolnak ugye az emberekről, ugye tekintik a levágandó pulykáknak tekintik a, tömegközlekedés használókat. Szóval, hogy nem BKK gondoljuk, hogy... A vezetőjének idézte most a gondolat. Hát így van, a Walter kotalin idézte most, aki a békáknak a vezetője. Tehát én nem gondolom, hogy ebből a hozzáállásból következne az, hogy meghallgatják a mi kérésünket. Hmm. Most, hogy Budapest a hídak városa is, de most úgy néz ki, hogy kettő részlegesen kiesik öröket idézem. Hát így van, ugye kiesik kettő, a, a körutat, a, a körutakon, meg a sugárútakon, biciklisávokat vezettek be, úgyhogy egyébként nem épültek meg az ehhez szükséges infrastruktúrális beruházások, mint 80 ezer parkoló, az ehhez, hasonló, az ehhez járó BKV járatok. Egész egyszerűen leszűkítettük a keresztmetszetét a városnak, ami elképesztő mennyiségű busztusát okoz. Leszűkítették, leszűkítették. a hát, hát nem mi csináltuk, de hát mégiscsak itt élünk. Hmm. Fel is szólították Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy mondjon le. Hát most még három hónap vagyok, választások választásokban. Hát mi azt gondoljuk, a, hogy... A, se hát igen, tehát mi azt gondoljuk, hogy minél hamarabb történnek változások Budapesten, annál jobb. Ugye a legjobb az lenne, hogy nem is indulna el, mert szerintünk az elmúlt négy és fél évben sajnos borzasztóan leszerepelt ezek ebben a működésben. Önt idézem, ezért olvasom szó szerint azt mondta, hogy Karácsony Gergely az elmúlt négy és fél évben hibás döntések sorozatát hozta meg. Önök szerint csinált valamit, akkor jól is? Hirdést teszek föl. Hát őszintén szóval most elgondolkodhatod, de én nem, nem, én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem, hiszen a, nem látjuk az infrastruktúrális beruházásoknak még az elkezdését sem. tehát Nem látjuk, hogy mi a terv a rosdövezetekkel, nem látjuk, hogy mi a terv a város közlekedésének a, a megújításával, mi a helyzet az agglomerációjával, nem látjuk, hogy a lakásválságot hogyan oldaná meg, Ezekről nekünk például, például a lakásválság megoldásáról, nekünk például erről is van a programunk, ugye a lakásügynökséget kellene létrehozni, ezekkel, ezekkel kellene kezdeni a... Ez hogy a, néz neki? A, hát azokat a lakásokat, amelyek üresen állnak. Ugye Budapesten ez a kás adatai szerint általában ez százezer ilyen lakás van. Önkormányzatira gondol? Nem, ezek mindenféle, Mind, áll, mindenféle lakások, ezeket, amik nincsenek kiadva, és nem laknak benne életvitelszerűen, csak úgy üresen állnak, Aha. azokat egy lakásügynökség keretén belül kellene, ezeket be kell odavonni. Ja, ezeket a lakásügynökség, lakásügynökség termékek, ez, értékesít, ezek az igazokat természetesen kapnak véleti díjat ezért, a, 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 akik, akik tulajdonolják ezt, de nem elképesztően magas áron. Tehát egy szabályozást kell bevezetni, emellett természetesen bérlakásprogramot, szociális bérlakásprogramot is kell csinálni, uh -huh. de egy lakásügynökséggel tennénk ezt teljesen. Szerintem azt mondta, hogy el kell gondolkodni, hogy karácsony Gergely mit jó út, önök szerint megfelelő lenne, a... adjak egy kis időt, ugye, mi jutott eszembe? Akkor Eisenhower elnök leköszönt, ugye, nyolc éves elnöksége után, és Nixon volt a később elnök, az alelnöke, megkérdezték Eisenhower-t, hogy mondjon már valamit, amit Nixon alelnök emlékezetesen tett az elmúlt nyolc évben, Eisenhower azt válaszolta, hogy kérem, adjanak két hetet nem akarok párhuzamat vonni, csak most ez beugrott nekem. Igen, hát ugye a üzemeltetés hiányán kívül, tehát ugye a város működésének a javításán kívül, sajnos még a Karácsony még ebbe a pártpolitikai harcokba is borzasztóan belekeveredett, ugye mi pont ezért mondjuk, hogy a pártoknak az összesnek, tehát Fidesztől a demokratikus koalíció, ki kéne hátrálni ők az önkormányzati politikából, mert olyan szinten mérgesedett el az ő viszonyuk, egyébként nem csak az elmúlt négy évben, hanem itt az elmúlt harminc évben, hogy nyilvánvalóan képtelnek arra, hogy akár csak egy várost is, de a fővárost meg végképp együtt közösen működtessék. Hát ugye nem érdekük, hogy bárkinek sikert euh, tudjon fölmutatni, ezért állandóan gáncsolják egymást ebben a, amúgy is elképesztően bonyolult fővárosi politikai ugye itt van 23 kerület, meg a fővárosi közgyűlés, amit borzasztóan egyszerűsíteni kellene, és gyakorlatilag kifizető helyekké váltak, politikai kifizető helyekké váltak. De az a lényeg, hogy a karácsony Gergőbe belekeveredett, nem tud ebbe függetlenként mozogni, nem tud a város érdekében eljárni, hiszen egyszer azt mondja, hogy a, a, a kormány az borzasztó, és hogy, hogy vállalhatatlan, amit tesz politikailag, és aztán a másik nap pedig a, meg kéne alkudni, ugyanezzel a kormányjal, hogy a város fejlesztéséről nyilván ebből a pozícióból azért nagyon nehéz hát eredményeket elérni. egy határa ébredt nem? Hát ezt én nem Ezt tudták mondani azon az oldalon. A, a, nézze, én azt gondolom, hogy ennek itt ez, pont pont erről van szó, hogy elő nem, nem szabadna erről szólni, a, uh -huh. a nem ideológiákról kell szólni, egyébként semmilyen településnek a működtetése, teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, az adott településnek és az adott kormánynak együtt kell működni abban, hogy a település működjön, szépüljön, fejlődjön. Budapest egy világváros, elképesztő potenciállal, e, rengeteg lehetőség van itt, és rengeteg probléma, amit meg kéne oldani. Aminek nem álltunk neki az elmúlt 30 évbe, az elmúlt négy és fél évben se, pedig neki kellene. Olvasom, hogy szó szerint hogy a szolidaritás mozgalom is beállhat Vitézi Dávid mögé a főpolgármester jelöltséget illetően. Beállhat feltételes módban. Mi szükséges hozzá, hogy be is álljanak? Hát a szolidaritás mozgalom ugye úgy fog indulni ezen az önkormányzati választáson, a Budapesten, hogy sok civil szervezettel együttműködünk a kerületekben. Mivel egy 8-10-12 kerületben el fogunk indulni polgármesterjelöltekkel, képviselőjelöltekkel, ezért nekünk lesz listánk is. Tehát ez eddig tiszta, ugye programunk is, mint azt az elmúlt pár hónapban ugye elkezdtük bemutatni, az úgy combosodik, erősödik, egyre karakteresedik. És az elmúlt hetekben, hónapokban ugye azt láttuk, hogy sok helyen érintkezünk azzal a dologgal, amit a Vitézi Dávid is képvisel, a politikamentességgel is, a közlekedéspolitikával is, lakásügyekben is, rosdolvezetek felszámolásában is, tehát sok, sok helyen érintkezik a mi politikánk. Én azt gondolom, hogyha Vitézi Dávid eldönti, hogy tényleg beleszáll ebbe a politikai küzdelembe, akkor van esély arra, hogy őt fogjuk támogatni ebben a, ebben a kampányban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.